Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szabó György, a mazsök elnöke, a büszke izraeli magyar zsidó, mert büszkék vagyunk, mert zsidók vagyunk, még így zoomok idején is. Gyuri, szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szóval nem lenne tisztességes, hogyha azt mondanám, hogy én egy olyan nagy zsinagóga járó vagyok, de ebből a zoomos zsinagóga járásból most már kezdek elfáradni. Tehát nem lehet beszélgetni közben. Az ember, hogyha zsinagógába megy, akkor annak megadja a módját, fölöltözik, egy tiszta kipát dob a fejére, ha lehet nem a kapuba áll meg az autóval, de én elhiszem, hogy valamit adni kell a népnek, de én már fáradt vagyok, úgyhogy légy szíves, úgy imádkozzál, hogy legyen vége ennek az egésznek, mert kezd a türelmem elfogyni. Hogy vagy te ezzel az egésszel? Hamarosan vége lesz ennek az egésznek, úgy tűnik. És hát azért még mindig megvan mindennek a bája, bár ugye mi különösen odafigyelünk, hogy annak ellenére nem megyünk a zsinagógába, ugye szépen fölöltözünk, ugyanúgy, mint hogyha mennénk a zsinagógába, nyakkendőt kötünk péntek este, fölveszük a kaftánt, szépen fölöltözünk, mintha mi se történt volna, de most már igazából itt lenne az ideje, hogyha vissza tudnánk lendülni a régi kerékvágásba valóban. Én azért úgy titokban mindenféle rabbikat is hallgatok, izgalmasokat, meg még izgalmasabbat. A minap éppen délutáni pihenőmet próbáltam elkövetni, mert ugye én nagyon korán kelek, amikor a telefonomban rábukkantam Oberlander Bárok rabbinak a tanítására, ahol a legkiemelkedőbb, és utána sajnos ki kellett nyitnom a tórát, és megkeresnem az oda vonatkozó részt. Na nem volt könnyű, de amikor a szivárványról beszélt, és arról beszélt ugye, hogy az örökkévaló azt mondta, hogy majd így fogja figyelmeztetni őket, hogy most megint meg kéne az egészet szüntesse és elárassza a földet, hogy akkor dob egy szivárványt, hogy figyeljetek oda, mert jön a tóvavó, hogyha nem tértek magatokhoz. És ilyen nagy haszid legendákról is beszélt, és akkor már úgy éreztem, előtte ugye Lagbaumerra készültem egyfolytába, és az én, majdnem azt mondtam házi zsidómat, az én fiamat nem tudtam megkérdezni, hogy Ruvikám, magyarázd meg, mert már valamit abszolút nem értek, úgyhogy elő vagy léptetve. Mindenek előtt magyarázd meg nekem, hogy mi is az a kameá, mert ugye elektronikus segítségekkel éppen miromba voltam a rabbi sírjánál, ahol mindenki kameát szeretett volna magának, és én ott ültem egyedül az ágy szélén, és az Istenért nem jött be nekem, hogy mi is ez a kamea, és ugye a többi dolgot értettem, a tartalmát is értem, csak azt nem értem, hogy egy vallásos zsidónak mit jelent a kamea, meg mit jelent egy vallásos zsidónak a kamea. Ja, kamea. Ugye ez ilyen kegytárgy tulajdonképpen, ugye Rabbi Simon Bar Yochai esetében, ugye Mironban, ugye ahol a rabbinak a sírja van, és ahol többek között a gyerekeknek a haját vágják, és három éves korukban, ugye egy ilyen kis piros szalagot szoktak ugye az embernek a kezére tenni, és ugye ez, mivel erről a szent helyről való, ugye többen ugye mindenféle csoda jellegű védelmet tanúsítanak ugye ennek a kmeának, ennek a kegytárgynak. Elég népszerű, ugye nagyon sok embert látsz Izraelben ebben a kis piros szalaggal, vagy cérnával. Én nekem a kóteltól van, csak aztán egy kicsit és félretettem, de megvan. Igen, tehát több ilyen kegyhely található természetesen Izraelben. Ugye Rabbi Simon Bar Yochainak a kegyhelye ugye Mironban, Cfat mellett ugye különösen népszerű és különösen híres, főleg ugye Lagba Omer kapcsán, ugye a Rube Omer számlálás 33. napján, amikor ugye... Amit én el is rontottam, mert én a
32. napon borotválkoztam meg, mert rosszul számoltam, pedig csak a 33. napon lehet. Hát ilyen erőszakot. Nem vagyok tökéletes, igen. Egyikünk sem tökéletes. Tehát ugye az a lényeg, hogy ugye Lágbaumerkor ugye egy napra meg lehet szakítani ugye a ómerszámlásban egyébként használatos szokásokat, ugye a gyászszokásokat meg lehet szakítani, ugye, hiszen az ómerszámlás alatt nem lehet hajat vágni, nem lehet borotválkozni, nem lehet esküvőt, rendezvényt szervezni, nem lehet zenét hallgatni, stb. Kivéve ugye Lágbaumer napját, az ómerszámlás 33. napját, ahol erre a napra föl szabadul a tiltás gyakorlatilag, és ilyenkor esküvők vannak, rendezvények vannak, ugye az én esküvőn is Lágbaumerkor volt többek között, ugye ez az év azonban itt is különbözött, hiszen Izraelben még mindig érvényben vannak tiltások, ugye a fölszabadítások ellenére, de ugye többek között az összegyűlés tábort, ugye ilyenkor hatalmas tábortűzek szoktak gyúlni, ugye mindenhol ugye az ország szerte. Ebben az esetben ez nem volt lehetséges, ugye nem volt megengedve ugye a zarándaklat, ugye Mironba se, ugye Rabbi Simon Bar Jochainak a sírjához 150 sem. 150 embernek igen. Igen, csak hát ugye 150 plusz a igen, pluszba 200-at letartóztattak, ugye, mert engedély nélkül ugye voltak. És máskor meg másfél millióan szoktak ott lenni. Igen. Jó, Gyuri, nagyon nehéz kérdésem van, ez a nehéz kérdések napja. Igen. Én mindig azt hittem, hogy nesz csodákat, csak az örökkévaló tesz. De ha van kamea, akkor mint hogyha abban hinnének, hogyha elmennek Bar Jochai sírjához, a Ráv sírjához, akkor kérhetik, hogy végre levizsgázzanak a keresztből, mert századszorra megbuktak, hogy végre megtermékenyüljenek, hogy végre találjanak egy hátánt vagy egy kalát. Ez tulajdonképpen mi? Mert az, hogy hiszünk valamibe, és valakinek elzokogjuk a bánatunkat, hát azért van az örökkévaló, őhozzá szoktunk imádkozni. Tehát itt én megint a Quetch 22-ba vagyok, hogy nem értem a dolgot. Itt a válasz borzasztó egyszerű. Tehát a csoda továbbra is az örökkévalótól érkezik, hiszen tudjuk, hogy az örökkévaló az egyetlen, aki ugye csodákat tud végrehajtani. Azt is tudjuk, hogy az örökkévaló a csodáit többségében a természeten keresztül mutatja meg nekünk. Azt is tudjuk, hogy az örökkévaló csodái többségében rejtett csodák alapvetően. Az örökkévalónak a legnagyobb csodája a mindennapokban az, hogy minden nap fölkelünk. És hát ezt meg is köszönjük neki, igen, minden reggel. Fölkelünk és folytatjuk tovább a tevékenységünket jó esetben. És ugye, ami történik ugye a nagy cadikok esetében, azért megyünk és azért imádkozunk ugye az a már nem köztünk velő cadikokhoz, hogy járjanak közbe az örökkévalónál, a lelkük járjon közbe azokért a dolgokért például, amiket te mondtál. Hogy ugye jobb legyen, hogy gyógyuljunk meg, hogy a gyerekek minél hamarabb összeházasodjanak, hogy egészségesek legyünk. Tehát a mindennapi problémáink. Tehát nem magától a cadiktól várod a segítséget, hanem az örökkévalótól várod a segítséget. Azért, mert egy különleges, nagy tudású, hatalmas képességű emberekről van szó, a lelkükhöz imádkozol azért, hogy az ő képességeivel járjon közbe az örökkévalónál, hogy ilyen és olyan dolog megtörténni az életedben, vagy a negatív dolgok pozitívvá változzanak, stb. Oké, akkor ezzel már is előbbrébb vagyok. Amivel nem vagyok előbbrébb, hogy ott például Mironba mindenki vett magának egy métert, hisz épül egy nagy bétmidrás, egy nagy zsinagóga, ahol tanulni lehet, ahol a nap 24 órájában imádkoznak és tanulnak. És akkor előjött a Zohár. Na most, hogy tudok én... Gyorsan elővettem, mert egy rendes embernek azért van egy Zohárja, elkezdtem lapozgatni, és neked megmondom így négy szem közt, ne tessenek ide figyelni,
hogy nem igazán értettem. Lehet, hogy azért, mert az alapjaim nincsenek, tehát lehet, hogy teljesen otthon kell lenni a Tajréba, a Talmudba és mindenféle mindenbe ahhoz, hogy az ember ezt megértse. Tehát egy bizonyos alapokkal kell, hogy rendelkezzen az ember. Nyilván ugye nagy bátorságot gyűjtöttél, és ugye rögtön a Zoárhoz fordultál. Hát arról ugye volt szó, és azt mondtam, hogy de én nem hallhatok így. Zoár ugye a zsidóság egyik legbonyolultabb és legnehezebb. Nem is értettem. Nagyon-nagyon komoly előzetes tudás szükségeltetik ahhoz, hogy tényleg megértsed ugye a műben leírtakat, így van, ugyanúgy, mint a tányához. Ugye ezért többségében, hogyha tanuljuk a Zoárt, amikor tanuljuk a Zoárt, ugye nem egyedül teszi meg az ember, hanem ugye Hevrútában ugye több ember tanul, feltehetően olyanokkal is, akik már jobban értenek hozzá. Tehát nyilván a Zoárhoz fordulni, és ugye az a probléma, hogy a Zoárhoz fordulni jelesül, ugye akkor tanácsos, hogyha van olyan ember, aki vezet. Mert egyébként lehet tudni ugye a múltból, hogy ugye nagyon sok téveszme és nagyon sok negatív vélemény a zsidóságról azért született, mert ezeket a műveket, akár a Talmudot is, ugye olyan emberek olvasták, akik nem értettek hozzá, nem volt meg az alapképzettségük, nem volt meg az alaptudásuk hozzá, ezért kiválóan sikerült félremagyarázni a bennük foglaltakat. Én minden esetre arra gondolok, hogy minek utána Bár Jochai sírjához is nem csak a haszidok mennek föl, hanem Ám Iszrael, az egyszerű emberek, akik a maguk módján hisznek az örökkévalóba, a civilek, és így szépen lassan visszatérnek a gyökereikhez. Tehát én hiszek a Tikkun Olámba, én hiszek abba, hogy minden zsidó ember, illetve minden ember egyszer visszatér az alapgondolatokhoz, és előbb-utóbb mindenki pozitív gondolkodással áll, akár a Tóra tanuláshoz, akár a Talmud megértéséhez, és talán még eljut odáig is egyszer, hogy a Zoárt is megértse, vagy a Tányát is, és ettől én úgy láttam az arcukon, ez egy nagyon érdekes volt, mert élő közvetítés volt, és nagyon sok stúdió bekapcsolás. Hát ez jutott nekem, hogy kedvenc városomban, ahol még filmet is forgattam, mert ott még a levegő is egész más, majdnem olyan, mint Jeruzsálemben, csak egy kicsit misztikusabb. Szerintem ez is egy derek az emberré váláshoz pozitív értelemben. Igen, tehát különös tekintettel Izraelben, ugye Lag BaOmer az egy olyan ünnep, ami teljes mértékben összekovácsolja a populáció gyakorlatilag, hiszen az ünnepnek az üzenete, a tábortűzgyújtás, ugye a hatalmas tábortűzgyújtás, ugye az még a nem vallásos családokban is, ugye is minden évben egy hatalmas esemény. Tehát ugye vitathatatlan azt, amit mondasz, hogy egy-egy ilyen esemény az embereknek a jó részét arra készteti, hogy utána olvasson, meg tudja, elmondja a szokásokat a családjának, stb. Tehát kétségtelenül közelíti őket a Tórához minden egyes ilyen alkalom. Örültem, hogy beszélgethettem veled a Neszről, a csodákról, a zsidó nép örömünnepeiről, az Omer számlálásról, és főleg a csodarabbiról, na meg Mironról és Szfátról, a Halakéről. Mindenre nem lett volna máskor időnk, csak most, mert a pirkadat az azért van, hogy a zsidók ne csak maguk között, hanem a nem zsidók is tudják, hogy miről beszélgetnek a zsidók. Így került ez a kulturális örökséghez közelebb mennünk, de ez nem csak egy kulturális örökség, ezek a mindennapok, hisz a Tórát minden nap forgatja a zsidóság, ugyanígy a Talmudot is, és bízunk benne, hogy hamarosan vége van a járványoknak. Habár abban az időben is épp egy járvány tizedelte meg a rabbinak a híveit. A pontos idő 9 óra, tehát következik egy zsidó szemmel teljesen független, objektív híradó, majd a híradó után jön a Pirkadat Extra. A Pirkadat Extrának egyik vendége lesz dr. Szlávik János, infektológus, és így megyünk tovább, tartsanak velünk. Az elmúlt negyed órában a büszke magyar izraeli zsidó, a Mazsök elnöke Szabó György segített nekünk megérteni, hogy hol is élünk a világban. Tartsanak velünk!